Hát ez a nap nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Hát nem. Azt a rohadt. Valahogy ez sose jön nekünk össze, mindig későn kapcsolunk, hogy ennyire fontos ez a nap, és valahogy nem tudtunk úgy összeszedettek lenni, ahogy kellett volna. Sajnos egy kicsit széthullottunk, és nem nagyon tudom ennek az okát, mert nem ilyenek szoktunk lenni. És biztos közre játszott az is, hogy mindenkinek ott volt a fejében az, hogy nincs itt a Dani, de nyilvánvalóan ez nem indok, mert ezen túl kellett volna lennünk. Nagyon csalódott vagyok emiatt, és nem értem, hogy az hogy történhetett meg. Hát nálam is valahogy nem is emlékszem, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy nem hoztam volna pontot, talán a legelső nap. Nem tudom, hogy mi történhetett egyszerűen az első pályáról is. Amikor először lejöttem, azért ültem le oda a pódiumra, mert azt hittem, hogy behányok, és... Meg sajnos így utólag visszagondolva nem tudtunk úgy hozzáállni az elej után, hogy 0-0 az állás. Túlságosan bennünk volt az, hogy elhúztak, és egyszerűen nem tudtuk kizárni sajnos, hogy le vagyunk maradva, és ez is hozzátehetett, hogy most ez nem úgy jött össze, ahogy terveztük. Az én részemről annyit szeretnék csak mondani, vagy talán még kérdezni, így lehet a Ricsitől, hogy ugye amikor pont az én futamom után ugye lejöttünk, és mondtam, hogy meg fogjuk csinálni, hogy menjünk előre, igazából egy kicsit így biztatni szerettem ugye a csapatot, hogy ha ez valakinek sok volt, vagy nem kellett volna, akkor szóljatok nyugodtan. Azért tőled kérdeztem, mert akkor is pont ugyanezt láttam az arcodon, ahogy most nézel rám, és nem tudtam hova tenni, és akkor nyugodtan mondd, mert nem rosszból szerettem volna. Az arc az nem neked ment, hanem az az arca Gerinek ment. Az az arca Gergőnek az olyan feltételezése, ami nagyon-nagyon rosszul esett, mert se csapattárstól nem vártam volna, se barátként nem vártam tőle, amikor egy olyat felhoz, hogy teljesen szétestünk, mert miért nem használtuk nálad a Jokert. És úgy állt föl a Gergő nekem, hogy mint hogyha teljesen én lennék a hibás. Akkor kell azt a Jokert kihasználni, amikor úgymond tényleg látjuk az értelmét, de amikor süllyed a hajó, akkor meg bemondjuk azt, hogy Ricsi nálad föl kellett volna használni a Jokert. Ricsi, várj egy kicsit. Az elején bárkinél föl lehetett volna használni. Megint szerintem félreértettél valamit, mint tegnap a taktikázásban, mert amikor én azt mondtam, a Bálinnál, amikor 7-nél tartottunk, akkor kellett volna. De elrontottuk a taktikázást, és ennyi idején egy pillanatig nem hibáztattalak téged. Nincsen ezzel probléma, csak akkor, hogyha nekem mondod, akkor én magamra veszem, ha nekem mondod éppenséggel, hogy nálam kellett volna elhasználni. Nem tudtam félreérteni, ha nekem mondod. Mondom, ezért mondom, hogy figyelj, tényleg nem a tiédre mondtam, és itt nem is a Bálintot hibáztattam, hanem csak én úgy vagyok vele, hogy sajnos tőlünk fog valaki hazamenni, úgyhogy van még egy férfi Jokerünk. Én úgy gondolom, hogy bennetek lehetett, én azt láttam a helyzetben, hogy láttátok már magatok előtt a párbajt. És maga ez a helyzet, hogy elképzeled, hogy a barátoddal kell menni, és ez a folyamatos feszültség, ami ilyenkor generálódik, szerintem ez az egész napra kihatott. És nem arról volt szó, hogy ma senki nem küzdött, mert mindenki küzdött, csak nem tudtunk olyan azzal a koncentrációval odaállni, mint a napokban. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.